Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, ma évközi 6. vasárnap van. A Szentmise áldozatot az úton közlekedők életért, testi épségért ajánljuk föl. Betegek világnapja volt, kedves testvérek, betegek szentségét szoktuk kiszolgáltatni ezen időben. Most a járvány miatt, kedves testvérek, a személyes kontaktus kikerülése véget. A hívek számára, ahogy szoktuk, most nem szolgáltatjuk ki a szentséget, csak akkor, hogyha kifejezetten valaki nagy beteg és kéri. Nyilvánvaló, hogy akkor megfelelő felkészültséggel akkor ezt meg lehet tenni, elírásoknak megfelelően. A kedves testvéreket nagy-nagy szeretettel köszöntöm, akik a telekommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódnak bele a Szentmisébe, akár most az élő közvetítésbe, vagy pedig későbbiekben, néhány órával később, annak szerkesztett, vágott formájában. Imádkozunk a betegekért, az elesettekért, nem csak a testi betegekért, hanem a lelki betegekért is, kedves testvérek. Úgy gondolom, hogy ebben voltaképpen semmikünk sem kivétel, vagyis imádkozunk egymásért. Az Szentmise evangéliumában is egyébként majd egy csodálatos gyógyulásról fogunk majd hallani. A legfőbb gyógyulás azonban maga a szentgyónás, úgyhogy ajánlom becses figyelmükbe a szentgyónás lehetőségét József atyánál a nyomtató helységben. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőség.
Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. Amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes harmadik könyvéből. Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon: tisztátalan, tisztátalan. Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami a másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja.
Isten meglátogatta az ő népét. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg! Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd be magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelt áldozatot, bizonságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híreszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott, mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéjén. Szűrő Szent Bernadettnek jelent meg a szüzanya, 18-szor héten volt ennek ünnepe. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás, mondta a Szent Szűz, és ennek emlékére egy gyönyörű szép templom épült, illetve forrásfakat, sok-sok beteg gyógyulását segítette elő az a rengeteg imádság, amely ott éjjel-nappal azóta megtapasztalható, és különösen akkor történnek a gyógyulások, amikor a szentség áldást adja a betegekre a szertartás vezető atya. Atya, a Fi és a Szentlélek nevében adja az áldást, és az ő nevében történik a gyógyulás, boldogságos szüzanya a szeplőtlen fogantatott mennyei közbenjárása által. Kedves esérek, valahogy így vagyunk mi is, oda megyünk szüzanyához, hogy gyógyítson a Jóisten bennünket lepránkból, nyomorúságunkból, betegségünkből, mint ahogy a Szentmise bevezetében említettem, testi és lelki, szellemi küzdelmeinkből, megkötözöttségeinkből. Nem tudunk elmenni Lourdesba nyilvánvalóan, de ugyanaz az Úr Jézus Krisztus, aki ott jelen van, mint aki jelen volt az evangélium szakaszban, akiről olvashattunk, hát ő van itt közöttünk, ő van itt velünk. Kérjük a gyógyító Jézust, hogy lelki lepránkból, nyomorúságunkból kapjunk tisztulást. Sokszor teszik fel a kérdést, hogy hol az Isten? Nagyon épületes beszélgetéseket tudnék önökkel megosztani, most nyilván erre se időse lehetőség nincsen, amikor ezen kérdések zúgnak az ember felé, hogy most Mátyás vagy Atya, hol az Isten? És én viszont kezdem, hogy hát te szerinted hol van? Hát akkor nincs, mondom, de van. És amikor tovább folytatódik ezen beszélgetés, akkor valahol azt próbálom elmagyarázni és megértetni, hogy Isten nem távol van, Isten annyira közel jött hozzánk Jézus Krisztusban, hogy pont téged használ föl arra, hogy bebizonyítsa, hogy ő igenis velünk van. Ha te jót teszel a legkisebbek közül valakivel, személyválogatás nélkül úgy teszed a jót, hogy az az ő üdvösségét szolgálja, értelemszerűen, akkor Isten általad él, általad mutatja meg az ő
az ő hatalmát. Nyilvánvaló, hogy van a csodálatos megmutatkozása és az Istennek. De azért, ha szabad ezt mondani, ez a idézelben szokványos megmutatkozás az, hogy jók vagyunk. Ilyen egyszerű. És akkor az ember ezt elmondja, hogy hát figyelj, úgy tudod megtapasztalni, hogy hol az Isten, hogy menj oda, akivel jól összevesztél, vagy haragszik rád, és próbálj vele kibékülni. Menj oda a másik emberhez, aki bajban van, és próbálj neki alamizsnát adni. Nem azt, ami neked a fölösleges, már penészes az a kenyér, akkor ezt odaadom neki, lekapargatom róla, azt mondja, hogy jó lesz neki, csak jelképesen mondom, hanem úgy ad neki, hogy egy kicsikét fájjon. Tehát, hogy ne a vackot, vagy imádkozzál érte. Ajánl föl valami zarándoklatot. Nagyon fontos az zarándoklat. Egyébként most nem élünk ilyen zarándoklatos időszakot, de én azt hiszem, hogy lélekben is lehet zarándokolni, meg föl lehet ajánlani bizonyos cselekedeteket, nem? Hát amiket az ember fölajánl, és nem tud elmenni Fatimába, Mária Besnyére, nem hova, és lélekben azt én fölajánlom, vagy sétálunk egyet, és közben rózsafüzét imádkozunk, és szentséglátogatást végzünk, és a többi. Tehát igen, Isten, a gyógyító Isten közöttünk és felünk van. Kedves testvérek, talán nem is sejtjük azt, hogy hazánkban is hány olyan település, hány olyan hely van, ahol tényleg a nyomorúság van jelen. Félre ne értsék, én nem kampányolni szeretnék, semmi mellett, meg nem tudom hová. Egyszerűen csak az igazságot mondom. Nyilvánvaló, hogy a csillogó képernyőn keresztül, legyen az akár egy csodálatos monitor, vagy telefon, vagy mit tudom is, a világ másképpen köszön az emberre, mint amikor valaki ott abban az állapotban, ahol él, van. A nyomor, a szegénység, a kilátástalanság az egészen másképpen van, mint ahogy a média sokszor azt elénk tárja, mert a média manipulálja az embert, tehát az a célja. Hát ha nem ezt teszi, akkor nagy a baj. Hát attól függ, hogy arra serkente, hogy valóban azt láttassa, ami az evangéliumhoz közelebb segít, hogy gyógyítani tudja a nézőt, vagy ahhoz segít hozzá, hogy különböző indulatokat, negatív érzéseket keltsen, és nem visz közelebb. És bizony, kedves esetek, ez a fajta függőség, ez mint mindenfajta függőség, ez óriás hatással van. Tehát emberek órákon keresztül élnek egy álomvilágban, aztán, ahogy a költeményben olvasok, a 2x2x4 józanságra ráhullik, az akkorát koppan a fején szerencsétlenek, hogy attól koldul. És legalább attól koldul. Hát nagyon sok ember egyik napról a másikra éli az életét. És nem azért ebben a nagy-nagy hidegben. Hát nehogy azt mondjuk, hogy nincsenek fázó családok, ahol nincsen tűzifa, ahol ereszt a kémény, ahol nincsen rendes ajtó, ahol a mindennapi betevő falatért igenis küzdeni kell, ahol a különböző gyógyászati eszközöket nem tudják megvásárolni. Hát az egészségügynek körüli nagy-nagy problématikák, amik vannak, én nem akarok ebbe belemerülni. De itt van például megint csak a kiszolgáltatott gyerekek sorsam. Papíron rendkívül jó megvan oldva, hány olyan kallódó, utcán élő, bujkáló, fiatal és gyerek van, akik valahol lézengenek. És sorolhatnánk. Papíron, képernyőn, dekoratív módon nagyszerűen működik. Csak tudni kell, hogy igencsak nagy bajok vannak azért kis hazánkban is, és ez nem kampányolás senki mellett vagy ellen, könyörgöm. Egyszerűen a száraz tények. És nekünk, ahogy Szentírásban olvassuk, mi vagyunk a leggazdagabbak, nem anyagilag, hanem lelkileg. Mert gyógyítani tudjuk szeretetünk által a világot. És ez a legfontosabb. Persze nagy felelősség van azokon is, akik a világ vagyonával rendelkeznek, a világ fiainak is. Óriási felelősségük van, hogy magukért
zabrálnak, és aztán néha oda pöccintenek valamit, és agyon reklámoztatják magukat, 8 kamera, 77 újságíró, meg média felületen keresztül, hogy micsoda fantasztikusan jók voltak. Nem szeretnék erre példákat mondani, mert az embernek megmozdul sokszor bizony a bélés rendszere. Valaki mondjuk többszörös milliárdos, és odaad 200 000 forintot, és azonnal hírértéke van. Szörnyű! Jézus milyen bőjtre tanít bennünket? Úgy adj, hogy bal kezed nem tudja, mi lesz a jobb kezed. Úgy adj, hogy ne tudja a senkit, mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ezért én nekem szörnyű módon bosszant az, amikor egy nemes és jó cselekedet mögé odaállnak különböző gigacégek és média támogató, meg nem tudom én támogató. Hát könyörgöm. Sok elmagyarázzák az emberek, hogy ez miért fontos. Hát akkor mi ebben az adomány? Semmi. Egy kétszínűség. És a reklámipar az egyik legnagyobb pénzt fölszedő, pörgető, meg mosó, tudjuk jól. Kedves testvérek, a bűn leprájából Jézus Krisztus szeretete tudja meggyógyítani a világot. És ezt nem ússzuk meg. Nem ússzuk meg. Jézus milyen alázatos volt. Mondhatta volna azt a leprásnak, hogy figyelj öreg, meggyógyultál. Szavasz. Nem kell. Örülj. Menj el családod körébe. Nem, mit mondott Jézus? Akarom, tisztulj meg. És meggyógyul, azt mondja, oké, menj el, mutasd meg magadat papnak, és áldozatodat mutasd be bizonságú. Jézus visszaküldi a paphoz, holott ő tudta, hogy meggyógyult az a szerencsétlen ember. Fölül vizsgálatra elküld Jézus a paphoz, aki majd alaposan megvizsgálgatja. Van ugye egy történet, ahol a 10 leprásból egy jött vissza. Egyetlen egy, az sem igazi hithű zsidó volt. És köszönte meg Jézusnak. Mennyire alázatos az Úr. Neki tényleg nem az a fontos, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságú sokakért. Tudják, amikor megkérdezik majd tőlünk, hogy te figyelj, miért teszed ezt a jót? Te miért vagy jó? És azt tudjuk mondani, hogy azért, mert én szeretettel próbálok téged szolgálni az üdvösség felé. Higgyék el nekem, hogy ezt nem fogják érteni nagyon sokan. De hát, és akkor mi cserében, cserében légy jó keresztény. Na de most úgy komolyan. Hát igen. És higgyék el ezt a fajta társalgási szintet az embereknek az ember nem érti. Jó, de akkor most, akkor na de nincs most akkor, hanem legyél boldog. Most te megbocsátod, ezt az ajándékot, most, de hát én nem vagyok rá méltó, hanem figyelj, arra méltók vagyunk, hogy levegőt vegyünk, hogy szívünk, lelkünk verjen, gondolkozzunk, hogy egyáltalán vagyunk, méltók vagyunk rá. Méltó vagyunk arra, hogy a mennyországba egyszer eljussunk, de nincs mennyország. Hanem dehogy nincs mennyország, hát pont az a mennyország, hogy a szeretetet éljük. Tényleg? Az a mennyország, tényleg. Hát nem csak ott volt föl, valahol, nem, a mennyország itt kezdődik el. És pontosan ezt mutatta meg nekünk Jézus Krisztus. Ez az érthetetlen, megmagyarázhatatlan, és mégis teljesen fogható valóságot. A mennyországot, amikor jót tett. És ennek a csúcspontja az, amikor az utolsó vacsora termében azt mondja az apostoloknak, mintán megmossa a lábukat, én az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Hát ezáltal ismerik meg az emberek azt, hogy én itt vagyok köztetek. És az egyháznak pontosan ez a lényege valahol nyilvánvalóan, hogy tanítsa az embereket nem csak szóval, hanem cselekedettel az, hogy itt van velünk Jézus. Ezért félre ne értsék, amit mondok. Nagyon fontosak a jó hittankönyvek, a fogható, nem tudom micsoda, nem tudom, ez az azam, amazok, de a személyes jelenlét
Ezért az a digitális oktatás azért távol sem olyan, mint a valódi. Szükség, kényszer, szörnyű állapot. A személyes jelenlétet nem pótolja semmi. Hát a személyesen jött el hozzánk Jézus Krisztus. És megmosta a tanítványnak a lábát, Júdásét is, megmosta. Megmosná menni Júdásnak a lábát. Ha én az Úr és Mester meg nem mosom lábatokat, nem vagy velem közösségben. És nem vagytok velem közösségben. Nem lehet kibújni. Nem vagyok. Hát ezt az én bűnömet azért nem. Hát az nehogy már meg... Ne. Hát ez egy titkos bűn. Hát ezt nem lehet. Hogyan? Ha nem engeded föltárni a bűnödet, akkor nem tudom meggyógyítani. Hát az a fogorvos, aki előtt a páciens nem nyitja ki a kis száját, akkor a bal hatossal, nem tudom mit, azt a csúnya fogacskát nem lehet meggyógyítani. Szeretné, de nem tudja. És utána pedig Jézus mit tesz? Önnön magát odaadja a tanítványoknak. Egyétek, igyátok, ez az én testem, ez az én vérem, gyógyít. Majd pedig ezen test és vér gyógyító kegyelmi áradata, mint egy Izaiás proféta, Ebéd Jahve dalában énekeljük, olvassuk, annyira gyönyörűek azok a dalok, proféciák. Az ő sebei szereztek számunkra gyógyulást. Kiki a maga útján tévelgett, de ő sebei által gyógyulást adott. És itt kanyarodunk vissza a leprás esetéhez, a mi betegségenket ő hordozta. Tehát az a lepra, mint az a nyomorút megélt, vagy ma az a betegség, amit megélünk, szívkoszorú, érelmeztesedés, Parkinson-kor, magas vérnyomás, cukorbetegség, baleset, agyalapi törés, Covid, mit tudom is oda, minden betegségünket ő hordozta. Ezért visszük oda Jézushoz betegeinket lélekben, és ezért nagyon fontos, hogy egymásért imádkozzunk. És ő, Jézus, önzetlenül ajándékba, és ez a helyben a fantasztikus, ajándékba, ami icurka-picurka öt kenyerünkért, két halunkért, mint az evangéliumban, tömérdek mennyiséget ad viszont. Nincs arányban. Hogy mondják ezt? Az önerő, vagy az önerő, az öt kenyér és a két hal, amely már egy kicsit penyészes, vagy kicsit már állott, amit ezt tudom odaadni. És viszont kapom annak a tízezerszeresét, frisset, ropogósat, csodálatosat. És Isten ennek örül. Mint hogy ő mondja a szamárai asszonynak, ha tudnád, hogy ki kér tőled vizet, akkor te kérnél tőle vizet, és neked olyan vizet adna, amelyet, hogyha megkóstolsz, soha más víz után nem szomjaznál, vagyis az élet vizét kínálja föl a szamárai asszonynak. Jövők mi is, kedves testvérek, engedjük, hogy meggyógyítson bennünket Jézus Krisztus a mi lelki lepránkból, meggyógyítson bennünket adott esetben a mi betegségeinkből, és kérjük is az Urat, de a legfőbb bajból gyógyítson meg bennünket, a bűn által megsebzett nyomorúságból, fájdalmainkból, lelki kínunkból, az végtelen szeretete által. Így vagyunk mi, kedves testvérek, Jézus Krisztusnak, mennyei gyógyítónknak eszközei, és így tudjuk a szeplőtlenül fogantatott, a tiszta lelkű Máriának az életét megélni, hogy van az űrzavaros világban, sebzett és beteg világunkban, a megváltás Isten jelenlétének eleven élő, szeretett közösségét tudjuk elvinni és megteremteni. Hát ezen munkálkodjunk. Amen. Hiszek az egy Istenben.
halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennyben, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus önként alávetette magát a törvénynek, hogy teljesítse atyának akaratát, kérjük, hogy a parancsolatokban mi is mennyi atyánk akaratát lássuk. Engedd, Urunk, hogy Krisztus földi helytartóra, Ferenc pápa tanításában felismerjük fiat szavát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek vezető jó példájukkal tanítsák népüket a törvény tiszteletére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy az emberek parancsai teljesítésében találjanak rá a boldog élet útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tedd szívünket fogékonnyá az önzetlen szeretetre, hogy azt keressük, ami hasznos másoknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj gyógyulást a betegeknek, a haldoklókat pedig erősítsd és vigasztald a szentségek által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyi atyánk, kérünk, világosítsd meg értelmünket, hogy parancsadban fölismerik üdvözítő szeretetedet Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket, legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst. Nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy te olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, és az angyalokkal és a szentekkel együtt fönséged dicséretét zengjük.
magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképpen most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál egybegyűjt minket, magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, miként egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyére és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kényszenvedés előtti estén a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér. Értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük és hirdetjük, hogy te szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat, te hozzád mennyi atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat, Antal püspökünket, attól, hogy az egyház minden tagja, megőrösödje és megértse az idők jeleit, és növekedjék az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmazz testvéreinknek, aki Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden meghalthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszod őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj föl minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak,
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, íme, aki elvesz a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus, jöjj, te vezess utamon!
Krisztus lelke. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Könyörögjünk. Mennyi kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, add, hogy mindig olyan eledelre vágyódjunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, a hirdetés szövege az olvasható a szórólapon, vigyék magukkal, illetve a bataplebánia.hu honlapunkat is keressék föl friss hírekkel. Szeretném mondani, jövő héten hamvazó szerda lesz, értelemszerűen hamvaszás szertartása lesz. A eddiektől eltérően, bár én azért sokszor eddig is a fejre szoktam hinteni a hamut, nem a homlokot jelöljük meg, hanem a fejre hintjük majd a hamut, és a járvány miatt, tehát a lényegen nem változtat. Értelemszerűen vasárnapi szentmisén is jövő vasárnap lesz hamvazás, akik szamvazó szerdán nem tudnak ide eljönni. Nemes szándékokra mondjunk szentmisét, kedves esvérek, sok üres misehely van változatlanul, illetve biztosuk azért egymás, kedves esvérek, hogy jöjjenek szentmisére. Hála Istennek azért elég nagy a templom ahhoz, hogy a kellő távolságot be tudjuk tartani, a biztonsági zónában tudjunk maradni. Biztatgassuk egymást, kedves testvérek, különösen gyerekeket. Nagyon fájó az, hogy iskolában hála Istennek egyébként mennek a gyerekek, ennek ez öröm, mert ez szörnyű volt, amikor a általános iskolában is digitális formában volt így az oktatás, pedig egyszerű helyen, szegény körülmények között ezt hogy tudják megvalósítani, tehát ilyen meseország formációban. Tehát, és most a felvétel is azért, meg a írásbeli, és a többi, szóval tudjuk, hogy nem zökkenőmentes nagyon sok mindennek. A jelenlegi állapotnak nagyon-nagyon nagy hozadéka van. Tehát a szentmisére jöjjünk el, és akkor hittanosokat kérdezem, hogy miért nem járnak szentmisére, valami válasz jön, de körbenézünk, azért elvétve van a gyerek, pedig az iskolába járnak a gyerekek. És az a baj, hogy sokszor a szülők a időzelben a cinkosak, mert hát őnek kellene példát mutatni. Tehát, hogyha nincsenek itt, akkor önök vannak itt, önöket bíztatom arra, hogy szólongassák, kivogassák a kedves szülőket, gyermekeket. Nyilvánvaló, nem lehet kényszeríteni senkit, de az igazi találkozás azért az mégsem a digitális rendszeren keresztül, bár megjegyzem, hogy nagyon sokan úgysem követik a szentmisét, és nem kapcsolódnak bele.
Hát ha már így nem lehet menni, hát akkor minek menjek el úgy. Tehát ez se az. Úgyhogy ez egy nagy misszió. Tamás József atyának előadása február 26-án pénteken lesz délután 5 órakor Szent László plébánia a templomban, Alig ismert magyar szentek címmel. Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket nagy-nagy szeretettel. Bérmálkozással kapcsolatban kérem, hogy jelentkezzenek, ősszel szeretnénk bérmálást tartani, minden bonyolultabbá vált, de kérem, jelentkezzenek, minimum hetedikesnek kell lennie, több évet járjon templomba, hittanra, és a többi feltételeket, azokat majd írásban, szóban tudjuk közölni. Szkólával kapcsolatban Noé Báker zenekar, Imóra, keresztény labdarúgás, Babama klubban kapcsolatos hírek, olvashatók. Tehát, mint említettem, a szentmisét szerkesztett formában egy pár órával később megtekinthetik. Kérem, hogy ezt osszák is meg, akár a Noé zenekarnak, akár az én oldalamnak a Facebook, YouTube és a többi formáción keresztül. Legyünk sajtóapostolok, hogy maga Páter mondta ezt, legyünk az evangélium hirdetői, ahogy a kemény kalap és krumpliorban emlékeznek még rá talán, amikor volt ugye a plakátos bácsi, ugye szegény, hát elég méltatlan körülmények között hunyt el nemrégiben, ugye én vagyok az utca hangos hírmondója. Hát teljes öntudattal mondta ezt a bácsi, ugye annó még, hát önök is legyenek így a utca hangos hírmondói. Biztatom önöket, hogy Krisztust vigyék el leprával, bűnnel borított világunkba, szeretet, gyógyító kegyelmét, a boldogságú szűzanya, a szereplőtlen szűzanya segítségével, támogatásával. Az Úr áldását fogadjuk. Az Úr legyen veletek! A mi Urunk, a minden vigasztalás Istene irányítsa napjaitokat az ő békéjében, és ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Amen. Szabadítson meg minden megpróbáltatásod, és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve, éljetek le föld életeteket, minden napi munkátokat, legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog örök életre. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.